Szép jó napot kívánok, kedves barátok, ismerősök, Amerikában élő magyarok és szerte a világban. A tegnapi videót, amit készítettünk, kellemes csalódást okozott. Én magam sem hittem volna, hogy ennyien fogják megtekinteni. Sőt, segítségnyújtást is kaptam laptop formájában, amivel megírhatom a könyvemet, ami a harmadik könyvemet, ami nem versekről fog szólni, ami nagy vágyam volt. Ezzel a videóval szeretném megköszönni azt a sok kedves hozzászólást és együttérzést, amit a tegnapi folyamán a videó okozott, és most pedig köszönetem jeléül felolvasok újra egy verset, ami már nem szomorú lesz, mert ugye mondtam, hogy mindenféle verseim vannak, legtöbben én magam is szerepelek, mint ebbe is. Ez régen történt, de megtörtént. Úgyhogy ezt a verset fogadjátok nagy szeretettel, és én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hát annak a pár embernek, aki segített, vagy akinek segíteni szeretne rajtunk. Köszönjük szépen. Akkor a vers. Miskolcváros szélén. Emlékszem még ott Miskolcváros szélén, a bükkecsék, hol kezdődik, vagy véget ér. Egy kis zsákutcában üldögélt egy fiú és méretes kutyája. Kellemes illata volt az őszi szélnek, a napnak még volt melege. Simogatva az aranyhajú gyermek arcát, ki nyugodtan pihent a fekvő kutya lassan mozgó oldalán. Vártak valamit, mint minden nap ilyenkor, hogy az utca elején egy ember befordul. Fején kalap, benne sastól, hosszú zöld, vadászköpeny és a pipa. Na és a zsákvit hátán hordott, és mindig belőle valami finomság adódott. A fiú az eget nézte, eltűnődve mosolygott a felhők játékán. Nem volt türelmetlen egyikük sem, tudták, hogy akit várnak, mindig megjelen. Aztán hirtelen az kutya szűkölni kezdett. A fiú fel sem nézve ugrott fel, és futottak. Futottak a boldogság, a szeretet a mindenség felé, és akkor befordult a magas öreg erdőjáró ember. Csak annyi ideje maradt, hogy nehéz zsákját letegye, és unokája és a kutya le is teperte. Ő volt papu, a nagyapám, emléke szép, tanítása kincs, simítása örök szeretet. Adjon neki az Isten igaz méltó helyet. Nos, remélem tetszett a vers, könyveimet rendelni lehet tőlem. Folyamatban van, hogy Európában és Amerikában is meg lehet lesz majd. Elbúcsúzok most, és mindenkinek kívánok nagyon sok szeretetet, egészséget, békét, irítség helyett és gonoszkodás helyett szeressétek egymást, ne háborúzzatok. Köszönöm, szervusztok!